Manifestant, egy hazáról házához, egy hazáról lakik itt, aki elárulja a magyar nemzetet. Azért jöttünk ide, hogy a szomszédok is megismerhessék. Tudják azt, hogy ki akik a szomszédjukban? Ki az, aki itt él a magyar nép hátán, a magyar emberek pénzéből, de nem a magyar emberekért? A mi pénzünkkel élősködik, de minden lehetőséget megragad arra, hogy kizsákmányolja az országot. Kövér László, az országgyűlés elnöke. A kormánya és a képviselőkkel elárulja a magyar népet. Nem vagyok hozzánk, mehet. Gondos az, hogy egy olyan ember, akiről terhete, egy olyan cikk jelentő a népszavában, hogy Kövér László már képtelen uralkodni magát. Képtelen arra, hogy együtt tudjon működni képviselőtársaival. Egy olyan parlament elnöke, aki megszavazza, hogy magyar földet külföldiek vásárolhassanak. Egy olyan parlament elnöke, aki a bankok érdekeit tartják az emberek érdekeit felett. Sorolhatnánk még a bűneiket, és soroljuk is, minden alkalmat megragadunk arra. Hadd tudja meg a családjuk, hadd tudják meg a szomszédok, hadd tudják meg a lakókörnyezetük, hogy milyen emberek ezek. Követeljük, hogy Kövér László, parlament elnöke, álljon ki a magyar emberekért. Követeljük, hogy a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat azonnal állítsák le. Követeljük azt, hogy ne a bankok érdekét képviselje a magyar emberekkel szemben, hanem a magyar embereket védjék meg a finanszkőkétől. Követeljük azt, hogy a magyar rendőrséget ne arra használják fel, hogy magyar embereket kilakoltassanak a házukból. A magyar emberek, a magyar rendőrség a magyar embereket védje. Követeljük, hogy olyan törvényt hozzanak, hogy Magyarországon kizárólag magyar származású magyar állampolgárok lehessenek földet. István? Adás? Követeljük, hogy az uniós támogatásokat azonnal szüntessék be. Mármint azt a részét, hogy az uniónak mi ne fizessünk, mert Rábik úr előadásában kiderült, hogy amit befizetünk, annak csak egy hatoda jön vissza az országba. Az itt levő pénzzel a magyar gazdákat támogatva sokkal több saját sertés, saját tejet, saját hús lehetne termeszteni. Köszönöm. Fontos, hogy a szomszédok és a család tudja azt, hogy a múlt héten két családtól a magyar parlament jóváhagyásával próbálták meg elvenni a házukat. Mindezt úgy, hogy a magyar rendőrséget többmilliós költséggel vezényelték ki, azért, hogy magyar emberekre támadjon. A magyar parlament, a Magyarországgyűlés, a kormány arra használja a karhatalmi erőket, hogy ellehetetlenítsék az embereket. Ellehetetlenítsék azokat az embereket, akiknek az adójából élnek. Kedves lakosság, tudják meg önök, hogy egy ilyen ember szomszédságában élnek. És ugye azt mondják, hogy rossz szomszédság török álltok. Hát én azt gondolom, hogy önökön most egy nagyon komoly álltok ül, mint ahogy egész Magyarországon egy nagyon komoly álltok ül. Az az álltok, amit a hazáruló képviselők és a hazáruló kormányunk akasztott ránk. Egy olyan álltok, amiből csak aktív és olyan emberekkel tudunk kijönni, akik hajlandók elmondani a véleményüket, hajlandók kiállni a szabadságukért. Akik oda mernek menni, és megmerik mondani, hogy elég volt, mert ebből a kizsákmányolásból, az elnyomásból, ebből elég volt. Elég volt, hogy hülyének néznek minket, elég volt, hogy mások nyomorán élősködnek. Elég volt, hogy a külföldi tőkének kiszolgáltatják az országot. Elég volt, hogy
városában. Ezzel a rövid demonstrációval bemutatjuk ennek a képviselőnek, hogy mi költük őt oda, és el is fogjuk onnan távolítani, ha nem a mi érdekeinket képviseli. A kampánycsoport, az otthonvédő tanács is, nem adom a házam. Civil mozgalom országszerte fejlődik, és meg fogjuk mutatni, hogy a mi akaratunk fog érvényesülni. Azért lettetek oda küldve, hogy azt teljesítsétek, ami a mi érdekünk. A külföldi hatalmak érdekeinek kiszolgálása megszűnik. És ahogy az imént a kormánycsoport alelnöke mondta, ennek vége. Magyarország a magyaroké. Nem adjuk a házainkat. Nem adjuk a földünket. És nem adjuk a hazánkat. Magyarország a magyaroké. És akinek nem tetszik, az húzzon el innen. Húzzon el innen, amíg lehet. Húzzon el innen, amíg békében megteheti. És mindent, amit itt kizsákmányolt, amit elvett tőlünk, az itt fogják hagyni. Magyarország a magyaroké, hajrá Magyarország, ha nem változik semmi, visszajövünk. Köszönjük a terület a szomszédoknak, ne hagyjátok ezeket a mocskos éleskedőket éleskedni rajtunk. Ha az én szomszédom lenne, lehet, hogy már pofán vertem volna. De hogy a hátbigyámat ráhúzítom, az biztos. Jövök legközelebben!